fehér és barna kalapú csiperkét, valamint laskagombát termesztenek a Biofungi Kft. Ócsai gombatermesztő telepén. A dinamikusan fejlődő vállalat 2008 májusában váltott a polcos, holland típusú termelési módszerre, előtte pincében zsákos technológiával dolgoztak. A csiperke termesztés alapanyagát az áporkai gombakomposzt üzemükben állítják elő, mind saját felhasználásra, mind belföldi értékesítésre, valamint exportra. Ezekre a polcokra ömlesztett módon géppel behúzzuk a gombakomposztot, és egy időben a takaróföldet is rátesszük a gombakomposztra, és így egy csomó kézi munkaerőt gépesíteni tudunk. Természetesen a gombaszedés önmagában mind olyan megmaradt kézi munkaerőre, a világ minden részén a mai napig kézzel szedik le a gombát. Jó lehet, nagyon sok holland, amerikai, kanadai vállalkozás gondolkozik azon, hogy hogyan lehetne automatizálni, robotizálni a szedést. A szedés a laskagomba esetében is kézi munkával történik, ám a termesztés technológia jelentősen különbözik a két faj esetében. A laska esetében a hőkezelt szalmát blokkokba préseljük, tégla alakú blokkba, egy 20x40x60-as blokkba, és ezen a blokkokon az átszövetés után a korábban elhelyezett egy blokkon, attól függően, hogy milyen nagyságú gombát szeretnénk előállítani, és milyen termesztés technológia van, 8, 10, 12, 16 darab lyuk található ezeken a blokkokon, és körbe a blokk minden oldalán meg tud jelenni a gomba, a laskagomba, ugyanúgy termeszik, illetve ugyanúgy jelenik meg, mint a természetben, a faágakon, fatörzseken vagy egyéb körülmények között. Európában a csiperke a legnépszerűbb termesztett gomba, az utóbbi időkben pedig Észak-Amerikában és Kínában is egyre nagyobb teret hódít. Nem véletlen, hogy Ócsán is a legnagyobb tömegben a csiperkét állítják elő. Különböző méretű gombák a szedést követően akár 24 órán belül már a szupermarketek polcain lehetnek. A folyamatos ellátáshoz viszont a termésmennyiség szakszerű szinten tartására van szükség. Csiperkénél ez 1 négyzetméter 28 és 32 kg per négyzetméter, 2 illetve és vagy 3 hullámos termesztés tekintetében. Barna gomba esetében ez egy 10-15%-kal, 20%-kal kevesebb. Még a laska gomba tekintetében elsősorban úgy számoljuk, hogy 1 tonna alapanyagra vetítve mennyi friss árut tudunk előállítani. Ez körülbelül 1 tonnára vetítve 250 és 320 kg terméket, illetve laskagombát tud jelenteni. A gomba termesztéséről általánosságban is elmondható, hogy vegyszermentes, a boltok polcain mégis megkülönböztetnek bió és nem bió gombákat. Az alapanyagnak és a laskánál elsősorban a szalmának, a csipergénén pedig az egyéb többi olyan összetevőnek a bió eredete szükséges ahhoz, hogy valaki biotermesztés technológiát ról tudjunk beszélni, vagy hogy ezek a feltételek megvalósulhassanak. Pozitívum, hogy az elmúlt 2-3 évtizedben jelentősen növekedett a hazai gombafogyasztás, néhány 100 g-ról 1,5-1,6 kg per főre, ez azonban még így is elmarad a nyugati 3-4 kg-tól. Többek között ennek is köszönhető, hogy hazánk a gomba tekintetében egyértelműen exportfüggő. Magyarország jelentős mennyiségű gombát exportál elsősorban Ausztriába. Magyarország még mindig Ausztria első számú és fő beszállítója. Árak tekintetében ugye nagyon nehéz érvényesíteni a növekvő költséget. És egy gomba esetében, ahol az önköltségnek kb. 40-45% a munkabérköltség, 30-40%-os bérnövekedés, az egy nagyon jelentős önköltségnövekedés. Ezt nagyon nehezen tudjuk, vagy lehet a szupermarket láncoknál érvényesíteni. Mind a mellett, hogy ők ügyfeleink, és büszkék vagyunk, hogy beszállíthatunk hozzájuk, de alapjában véve minden olyan reklám, amikor azt mondjuk, hogy olcsón ad egy áruházlánc valójában egy terméket, az a termelőre óriási nyomást gyakorol. Minimálisan sikerült árakat emelnünk, de én úgy gondolom, hogy a zöldséggyümölcs kategóriában legalább 20-40%-os árnövekedésre van ahhoz szükség, hogy maradjanak még termelők, nem csak a gombaiparban, hanem egyes más zöldséggyümölcs ágazatban. A munkaerő hiány tehát komoly kihívás elé állítja a gomba ágazatot is. Az azonban bizakodásra ad okot, hogy a Biofungi Kft. Ócsai telephelyén is folyamatosak a fejlesztések, a magyar gomba pedig a szomszédos országokban is jó hírnévnek örvend.